az előző rész tartalmából. Na, akkor felfogtátok, hogy elviszem a zsákát magammal, vagy nem? Felfogták szerintem. Jó van. Itt van, álljon meg Tibor! Tegye fel a kezit! Lőnek Rudira! Hol kell megállni Gyuribán? Ja, Jakra, mi a helyzet? Menjünk? Mi balesetettünk valaki elindulhatnak. Indulunk mágussal. Úgy jó, tud jönni, vagy menjünk inkább? Tudok jönni, Pert. A Jakra, kell segítség még? Gondolom. Jó, kikötőnél kell megállni. Két másodperc. Jó, és akkor kiveszünk egy hajót. Jó, kiveszünk akkor mink egy hajót. Bejelölj nekem, Gyuri bácsi? Kérdezem még egyszer, akkor kellene még segítség a jaktra, kollégák. Hát persze, várjanak az utasításra, amit visszatérünk, akkor mondjuk, hogy mi a helyzet. 14, és akkor visszatérünk addig a kapitányságra. Magyar György, az igazságosztó. Hatodik rész. Gyuri, bárnak van, ha jó ér? Hogy ne lenni? Hát még úgy szeretném. Legalábbis én úgy emlékszem egyszer, mint hogyha már voltunk volna ilyen jaktom. Még egyszer sem úgy, hogy ez újdonság lesz, de mindenten kell kezdeni valami. Itt balra, ugye? Na, van. Ja, itt álljon meg azt. Itt Bedobj. Tegyük le a kocsit. Sofia? Pillanat, türelmét kérem, uram. Sziasztok! Mi a szitója? Azt, hogy mi nem tudunk ezt. Ez szomorú. Sofia, dobja le a fegyvereit, utána vegye ki a... Ejtőelnyőt vegye fel, és utána vegye ki a fegyvereit. Az a legegyszerűbb. Itt vagyok, jöjjön! Már megyek, uram, nyugodom. Azt a kurva mindenit. Jaj. Kommandós hajó, ez kommandós hajó. Azt a mindenit neki, azt a kurva Gyuri, bár ez nagyon komolyan néz ki. Bejön még valaki, vagy itt vannak? A két itt, egy Merci, meg egy Intercept. Helmoz, gyere már, itt vagyok lent a hajóval. Akkor nem. Nem, de hát kimegyünk, azt megnézzük. Jó, megyünk. Let's go. Helmans, hogy valaki jön ide kék izéhez, Predatorhoz. Pilla, kivett a kulcsot? Nem tudom. Gyere, itt vagyok a hajóban. El is egység elindult. Csú, de ez meg jó kis hullámok vannak. Kollégászok, mi változott, hogy vagyunk oldalszó parkolóban, és várjuk az utasítást. Antihajóját nem. Az a tudod, hogy a felfegyelkezve van a tárgya. A többit meg mindjárt mondjuk. 14-es, a sima Barattával, vagy pedig nagyobb kalibára? Kurvára mondanánk, hogy mi van a hajónál, csak nem hagyják. Egy elkövető a tetőn, de már céloznak. Igen. A nagy kaliberről. Mivel vannak az elkövető nagy kaliberre? Persze, hogy nagy kaliberre. Egy, kettő, legalább három, négy. Négy. Legalább négyem, de szerintem inkább öt, hat. Rádióznak is veszedelmesen. Jó, akkor az a százal vegyenek ki M4-et, jó? Nagy kaliberrel, mindennel. 14! Itt a helikopter. Elköltek helikopterre. Jó, hát szerintem túsz nincs. Szép. Jó. Hát mehet egyébként a... Lőhetünk? Ha ránk lőttek, akkor mehet. Lövik a heli. Bassza meg. Hű, a picsába, mi? Mindegy, jó, hát tűzharc van, azonnal lőnek, mint az állat. Na kollega. Na ebből török M4-en lehet akkor? Hát ki tud lőni M4-en? Mit gondolva? Jó, amit elkezdtek felszerelkezni, akkor jöjjenek ide a kikötőbe, és hogyha van vízi járművük, akkor legyenek ebből se kivenni, aztán abban jöjjenek ki. Köszönöm. 14-es. Na, ha ide áll, majd akkor én jövök. Fel tudunk menni a létrán.
És akkor megszórjuk, jó? Hajrá! Nem esik ki, ugye? Remélem nem. Maximum úszok egy-egy Gyuribe. Jó, figyeljen akkor. Második szinten vannak, hát nesztesen, de földüktetlen, nagyon óvatosan. Helipadra. Jó, nagyon lőnek! Ez az, kollega! Da-da-da-da-da-da-da-da! De én bassza meg! De jó, a bűnös is. Fasza volt. Hát, Gyuribe, volt rajtam egy bőjóálló, a lény ennyi. Maximum. Jó, hát akkor nem erőtessük. Lukas, mint a kurva élet. Ó, bassza meg az is. Azt az autóst, ezt küldjék el, kérem itt a parton. Jó, hát majd gondolom lesz ilyen támadás, vagy valami taktika. Hát remélem, mert ez így, az a ketten kicsit kevesek vagyunk, úgy érzem. És ezzel Gyuribá érdemeit szerettem volna. Hát persze, egyértelmű, hogy ketten kevesek vagyunk. Remélem elvisz odáig. Heli offos. Jó, nagyon sokan vannak a helipadnál, legalább 80 alsó hangban. Na és ezt hogy kéne bevenni? Ez egy nagyon jó kérdés. Több helivel, mert miénk már füstöl. Hát, jó, hát ez... Nem találjuk el szerintem őket. Én is ezen gondolkozom, hogy nem biztos, de egyszerűen négy bassza meg. Biztos, hogy nem. LVB? Az se. Párat lőttem. Bassza meg. Én is ez voltam, hogy most ezt állításra is úgy éreztem, hogy nem messzire nem tök. Na mindegy. Igen, én is azt éreztem, hogy... De ők eltaláltak, bassza meg. Na mindegy. Ők oda lőttek. Helmas, élsz még? Azért azt nézem, Gyuri, mert rendesen kiüggötták a hajót a kurva élet. Jó, hát azért ne egyesével menjünk már oda megdögleni, hanem valami taktikát azért alkalmazzunk. Hát egyszerre kéne helikkel, ha lenne helink ugye, meg egyszerre kéne csónakokkal, aztán valahogy fel kéne menni. Helinkkel baj van, aztán robban, igen. Hát hiába, bazzik. Kollégák esetleg hozzak ellátmányt, lőszert, ilyesmit? Nem lövök el. Szükséges? Parton lévő civil járművekben számítottunk, bárki? Nem vagyok. Basszony. Jó, hát ránk néznek úgyhogy... Ja, az biztos. De rádiózik, akkor aztán még nem tudom. Fogó veletek mizut? Sziasztok vissza, Márkus! Sofi? Hát kivéreztetjük őket. Valami lesz, lőszerre bírjuk. Ma helisek lezuhantak. Elvizem. Sofi, merre vagy? Lezuhantak, Sofiék? Így igaz, a helikopterünk lezuhant. Itt van a vízbe előttünk felfordulva. Motorcsónakkal ki van rendőrök, avagy sem? Mi vagyunk jetski, két jetski, vagy már kettő hajóval. Jó napot kívánok! Parton vagyunk négyen. Fasza minden? Minden, uram. Minden, uram. Minden, uram. Az fasza akkor? Hát akkor... Tiszta sor. Én már csak egyedül vagyok itt. Valahogy be kéne menni, de ehhez kéne egy helikopter. Mindenki azt a stránya feljárót fogja figyelni. Kollega, mi a helyzet? Ki hullott a foga? Hozhatunk egy helikoptert? Hú, a büdös életben kilőtték a kollégát. Hát nem tudom, hogy itt lehet, mit nem. Hogy? Úszik valaki itt mögöttünk. Ja? Arra a téren, basztam, hogy meglőtték. Hát üljön már le. Hát a hullám kidobott, bassza meg az iskola. Mondjuk... Ne. Mondjuk úgy néz ki, mint egy laskaszűrő a... A hajó test. Hát igen, kaptuk egy csepp. Nem lőttek meg, de kihullottam egy nagy hullám, ne? Kidobott. Jó, megyünk egy helikopterért. Nem találja el felesleges. Messze van nagyon, mi jó, ha mi a négyen visszaindultunk, akkor egy helikopterért, kollégák. Jó, rendben. Hát én most tanácstalan vagyok. A helikopterünk lezuhant.
De valahogy nekik is ki kell jönni, az ő helikopter. Az a baj, hogyha közel mennénk bárhogy, akkor sem meglődnének rá, és nem tudnánk. Én nem tudom, hát itt mi maguk hányan vannak? Hárman vagyunk itt, kettő jetski, az öt. Az kilenc, hát... De azt mondták, 8-an vannak a helikopterben. Hát igen, ez tény. Az a mentálisait. Az még. Hát mi megtettünk mindent, hogy ritkítottuk őket rendesen, láss ezt a hajót. Hát én felmennék legszeresebben, de hogy? Hát ez az. Hát nem tudom. Mint a búvárkund. Úszunk? Hát Hellman szúszott, azóta nem rádiózik. Amik az baj. Sem. Azt szerintem a járőrtáblát babrálja oda lent is. A C nem rádiózik, mert piszkálgatja a járőrtáblát. Valahogy menjünk be, nem tudom. Hát tényleg? Hát most víz alatt nem tud rádiózni. Lehet, hogy vett palackot, meg minden. Azt most okozva ott van, fúrja. Éppen, mint a búvárkund. Fúrja kifel a jaknak az alját. Hát én amúgy el tudom képzelni. Én el tudom képzelni azért. Hát most nem véletlen altábornagy vagy dandártábornok. Amúgy igen. Lerendezi az egészet egyedül. Szerintem. Akadémisten nagyon éli a jetskit. Hallott kollégák, szerintem egyet kilőttem. Tényleg? Micsoda? Sikerült. Szerintem is a leugrandról az berobbant az egészet. Mondja. Én nem tudom mit kéne itt őszintén. Hát ez esélytelen most. Feljárni tartják. Lehetnek 20 hajók, és feljárni. Minden okulat a tőre. A jetski elég gyors, kezdjünk el körözni körülöttük. Csak most indulnak. Elfogy a lőszerük. Minden mennek el? Jó. Hát próbálom nincs ott kérdene, semmi. Hogy búvár palackok között nálunk és elúsztanak. Te hajó nincs egyelőre. Ja, arra kell figyelni, hogy jó, elmenjünk, meg próbálok én is még csipkörülni. Én egy tengeralattjáró amúgy. Gyuribának nincs tengeralattjáró? Mondjuk az nincs. Na jó, hát valami lesz szét. Megpróbál. Kurva élet. Kollegák, mondom, 6 kék ruhásba jó álló, szatyari beret áll a helipadon. 4, igen. Hoppá! Plusz a tetőn is van 2, ez 8. 8-an vannak a két felső szinten. Érkezünk egy helikopterrel. Full golyóállóba, sisakokba, nagy kaliberek. Zsolta, mi a helyzet? Ellőnek ideig. Ajaj! A büdös. Jöttök helikopterrel? Nem látok sok esélyt összevenni. Jöjjön. Már megint. Hát fölé biztos nem fogok lő távolságba szállni 9 fegyveressel, mert hárman vagyunk. Jó. Hát ez így. Fogok felkapaszkodni. Na végre, az is. Jó, kapaszkodjon kollega, ezért a stratégiát váltunk. Szerintem még egy elfeküdt. Alulról jövünk, hogy mi lesz, nem? Jézusom. Azt mondja a kollega, még egyet elfektetett. Ez komoly, vagy csak kamuzik amúgy? Akkor már csak hetem van. Ez szerintem egy gyilkosság. Jók vagyunk, nagyon jók vagyunk. Én eszét tudok, mint a kurva jó. Jöjjön kollega! Szétülök egy cseppet, na mindjárt jövök. Gyuribá, megvannak még? Hogy ne lennénk meg? Jaj. Merjük kifele a vizet a taligetek nevül, de jók vagyunk. Hát öten vagyunk itt, ők vannak kb. 10 a hajón. Jó lesz szó. Jók az arányok. Egész jónak hangzik. Én taktikát váltunk most. Tartsák. Miért lékezelnek a hajóra vagy? Még az is meg lehet. Azt már leám, azt csinálj. Nem? Jaj Istenem, de rossz ez.
Hol van az a büdös kikötő? Mi a terv, Gyuri? Hozunk egy tengeralattjárat. Hát ha van... Lesz. Lesz? Ha nincs, akkor veszünk. Drága. Remélem. A rendőri fizetésből. Büdös drága. Nem érdekel, most már az... Tehát? Itt vagyunk a parton 5-en, 6-an, 7-en, 8-an, itt a korangát ápolják, mindjárt próbálnak oda van, nem tudom. A Don 09-es rendszám autónak legyen kilőve a kereke? Ne lőjétek ki. Szóljon akkor legalább, hogyha mennek, aztán még magukra figyelnek, megpróbálunk akkor abba az időbe lejjebb szállni, hogy tudjanak lőni itt mellettem a kollégák. Na. Én velem nem basznak ki, jövök. Most van, ami nagyban nyomjuk neki a jetski taktikát. Mögöttem is van még egy hely, jetski. Nincsen, nincsen belső nézet. De itt is vagyok egy hajóval most már. Megnézzük, ha odaérünk, hogy a víz alatt van a belső nézet. Aha. Hát tényleg van. Á, nagyon menő. Csak kár, hogy egy személyes. Helyzet. Szerintem már kevesebben vannak. Ketten lementek a legalsó szintre, tartják a lépcsőt. Jó, én érkezem a speciális vízi járművel, ne lőjenek. Szerintem én tudom, hogy mi az. Ez beválik. Neten most hárman vannak a tetőn. Kérem a Jetsis kollega, aki tudna jönni ide a partra, köszönöm. Érkezem. Már hatan vannak újra. Úgy kellene támadni, hogy jetskiket elülünk hátra, és pisztolyra próbáljuk lőni őket. És akkor jön a helikopter, és akkor megzavarjuk az egész szituációt. Jó, tartsuk le a lejárót is ennyi. Egy tengeralattjáróval itt vagyok a lejáró alatt.
Mi addig eltereljük a figyelmüket. Egy egység felmehetne a mólóra. Magyar György. A szeptorosok kimentek a móló végére? Földön, vizen, levegőben, víz alatt, mindenhol, lecsap rád. Gyuri, bár lát valakit az alsó szint? Negatív, nem látok senkit. Márkus, meg vagytok még? Én egyben vagyok, most jöttem vissza a PD-hez. Én nem akarom felfedni magam, azt várom, hogy belugranak a vízbe, azt akkor elkapom a rotorral, a hajócsavarokkal, elkapom őket. Jó. Még az űrben is. Én folyamatosan foglalkoztatom őket. Lőni nem tudok. A jachtban, mint a kint ugráló itt a izéknak. Jetskik, jaktok, mit tudom én, van lövészek? Most jönök vissza az egynek, én voltam a lövésznek. Jönnék én is oda lövésznek, ha úgy van. Vagy hozzak esetleg egy másikat. Kollégák, van itt még egy hő, amit a víz elsodort. Engedélyt kérünk arra felszállni és segíteni. Itt engedélyt kivenni plusz 5 darab pisztoly és 5 darab besemgélőszer. Legyetek persze. Hova lett a heli? Itt van. De meglőttek, basszus. Egyet nem lőttünk. Rám lőttek a víz alatt, az érdekes. Egyet lelőttünk a végébe. Kollégák? Tudok hozni tengelyatjárót, hozzak? Igen, hozza. Rendben, viszont az a gond, hogy horrorisztikus áram van, hogyha tudnak utalni pénzt, akkor tudok hozni tengelyatjárót. Akkor engedj el, nem kell, hogyha most akarja megvenni. Nem megvenni, ezt csak bérelni lehet remetleg. Itt vagyok már egyel a hajó alatt. Ja, 10 méter. Nyugodjunk meg, várjunk meg, amíg itt a Miller parancsolat ki bármi helyiső az akció vezetője. Segítsen valaki, aki jártas a hajókba, ez a Predator vagy a Defender a jobb? Szerintem Predator. Predator a jobb, igen. Kell még segítség, mert 6-os egység járőrözik, de tud menni a jacht. Hát hogy ne kellene? Nem tudom egyébként, egy gyors kérdésem lenne. Elég vicces, tehát nagy kalibert vehet ki mindenki? Tekintettel itt a dolgokra? Akademistákon kívül persze. Nem tudom, a hajóba kaphatnánk esetleg Skorpiót? Az nem nagy kaliber, az egy félautomata fegyver. Itt a kollégákkal mi volt? Ez itt már fél olyan lövöldözés megy. Mi lenne, valahol összegyűlnénk ezekkel a predátoros hajókkal, aztán mindegyikben lenne egy darab lövész, és akkor úgy mennénk oda. Halló? Nem mernek kijönni konkrétan. Tudják, hogy a cápa itt várja a lőket.
itt van három darab ilyen Predator hajó. Bárki, aki, tehát mindenki, aki kint van a parton, nem lehetne, hogy mindenki hozna egyet, egy-egy lövésszel azt rájuk mennénk, hogy akármi? Mi jelenleg ezt csináljuk, hogy bennülünk kettő lövésszel. Várjanak meg, visszaszállok a hajóra. Most kellene ez a helikopterom. Igen, most kéne egy heli, most már csak egy ember van fent, vagy kettő maximum. Nagyon sokat leszettünk amúgy. Akkor menjünk helivel? Persze, Angel, hozzanak egy helikopter. Én szerintem mindjárt fölmegyek. Vizu, nincsenek az alján? Most kéne megszállni a hajót. Alulról kiszedtem egy szemét, aki tartott alul. Na jó, akkor most kell oda menni. Így van, már csak öt vannak. Ott egy kocsi. Aki nem úszott befelé, lője légy szíves, aprítsa folyamatosan a jak tetejét, hogy arra figyeljenek. Megjöttem, hát én megjöttem. Jövünk helikopterre. Mondom, hogy szeretném élni, szeretném, vagy megnézem? Vegyük már tőlük a rádiót, hogy tudjunk rádiózni, mert az enyém vizes. Felső szinten van a három. Nézze. Hogy azt még ott tegyen valaki? Tisztelt kollégák! Itt vagyok, csortom az elkövetőkre egy rádiót. Fenn vagyunk a jakton, lelőttünk hármat. Kellene erősíteni, itt vagyunk a jakt alsó szintjén. Törünk felfele. Ezt hagyjon be, Stázi. Van három elkövető, az a lében egyet látom. Lőnek rám, itt vannak, házodik! Az alsó szint üres. Stázi, oda szart, azt lelőtték. Leugrálnak. Adhatok valami nekcsisakot? Vagy fájdalomcsillapítót esetleg? Hát nincs nem semmi. De, hogy lelövesse már magát. Elkötik az egyik hajónkat. A vízbe kilőttem kettőt, még vannak a tetők. Szerintem mindig a helipadnál vannak, hogy nem tudom. Ott vannak, igen. Volt helipadon vannak, az nem tudom. Ott látom, ott szargál. Egy, megvan a helipadon. Van a helipad alatt is, láttuk hol vagyok? Itt van felettem egy, szöszi. Kilőttem még egyet a vízbe. Itt vagyok a parton, hogy interceptorral. Szerintem egyen fölöttünk vannak, utoljára ott volt. A panem, mi ez? Fogja látok is elég, fogja látok is elég. A helink megvan még? Igen, Paradise-ban vagyunk, gyere, ott jött a járőr, ott van a átjáróba. Elvitte a McLaren. De... Itt vagyok a parton, egy interre, valahova kell segítség. Nem tudtak volna,
teljesen tiszta az alsó, a legesleg alsó szint. Itt innen fel sem tudunk menni, csak oldalt. Most kéne két oldalt tolni. Gyerünk jobbra, gyerünk jobbra. Most akkor lehet fölmenni, vagy még? Már tudtok feljebb jönni, az alsó szint és a fölötte lévő szint a miénk. Erősítést kérünk a katonaság előtti hídra. Beugratott a V1 a vízbe. Megyek egy személlyel. Tisztelet. Itt lesz még szerintem. Mi a helyzet, kollégák? Neten jöttök a túloldalt? Mi jövünk, jövünk, csak itt a Markus kollega valamit írogat az elektronikusba, azt mondja. Kollega, kimenjek hajóval, nézem, hogy merre vannak? Hát itt vannak még szerintem, vannak hajó. És ennek a hajót kéne tisztázni. Egy. Jöjjön, Gyuriba! Itt lehetnek felettünk, ha van. Mindjárt ott vagyok a hatalmaságnál. Megöltem. Motorcsónakkal mi megyünk? Fönn vagyok a hajó tetején, kollega. Hát mondanám, hogy itt már lófa sincs. Itt még alattunk lehetnek. Valahogy a mentősök be tudnának jönni a jakt felszínére, itt van egy rendőr, akinek még van púzusa. Hát menekültek el innen emberek, az a helyzet. Ellopották a hajókat. Jó, a jaktát átvettük. Aki a hullát kergeti a vízbe, jöjjön ki a vízbe. Egy tár előttünk. Fedezem. Hát ennyi. Érdekes, egy hulla, hogy állhatott előttetek. Hello! Mi újság? Na nem sok, Gyuribá, mondjuk úgy, épp hogy élek. Nagyon sok tényleg. Épp hogy élek. Épp hogy élek. Hájóra vagy még esélytelen. Adjuk egy fájdalmat. Nem kell, nem kell, nem kell, az a vizsgálat. Csak hogy így sok tényező volt, ami meg akart engem ölni a mai napon. Akkor menjek egy mentős. Ért, hogy a kiket nem menthettünk. Én ennek biztos, hogy nem ugráltak az életet. Vélemény szerint természetesen. Hát három beugrott, hármat lelőttem. Ja, akkor jó, hogy... Egyet lelőttem még mielőtt. Egyik elvitte az én hajómat, azt tuti. Igen, elvitte egyet a legközelebb, ami itt volt alatt. Nem tudok mivel. Azt elvitte egy. Kettőt kilőttem mellőle, a harmadik meg elment. Aztán, ó, Isten, tehát ez úgy hatalmas volt, amikor itt jöttünk körbe. Ugye, ugye? Ezt lőttük szét őket, és van is lőszre szerintem. Na, még van egy kettő. Ezt rohadtam a törnek fog tűnni, de egyébként muszáj vagyok elvenni tőle itt ezt a gyümölcslét, meg ezt a kis kaját amúgy, mert... Adok én neked éppen. Rohadt éhes. Á, most már mindegy. Á, nem fog panaszt tenni szerintem. Na, ezt is megoldottam. Én azt mondom, miért megoldotta? Hát, mit gondol, mély szarták össze magukat, mikor meglátták a mélytengeri szörnyeteget? Felbukkanni a tenger alól. Mi annak voltunk, mint a cápák, Gyuribá? Olyan, láttam alulról, hát én láttam. Rohadt egy fegybert, ezt is elveszem akkor. Hoztam a tenger alatt járót. Nagy ötlet volt. Sikerült valakit betalálni? A tengerüti hídon megvagytok? Nem sikerült, de észrevétlenül feljöttem ide. Hát én azt mondom, hogy hogyha itt vagyunk a jaktal, akkor már élvezzük ki. Hát kéne nézni még a hajót, nem el valahol megbújt egy. Csak mondom. Tudjuk, már ment. A büdös életbe. Azt mondja, a tengerészeknek miért ott temetés jár?
Doki, ugorjon le! Halló! Ugorjon le, nem tud más, hogy... Jöjjön! Az jó lesz. Jöjjön gyorsan! Ide! Erre jöjjön, ne arra! Ne oda! Ide! Mi történt Gyurival? Hát mit gondol? Sakkoztam. Sakkoztam. Hogy lehet ilyen hülyét kérdezni? Csupa vér minden. Vajon mi történt? Valaki vadul menstruál. Papírra között hajtogatta. Megvágták magukat papírra. Arrébb vonszoltát, igaz? Nem vonszoltuk arrébb. Tudna vergődni egyet vagy? Ne, hát nem tudom, ilyen megpróbálom. Ja, van egy kis gond. Tehát nincsen semmi gond. Gyújtvá, hogy kell elolgulni az ezt a szörnyet meg ezt? Jó. De csak szálljon ki belőle. Jó, ki lesz a táska, hogy defibrillátor. Na mindegy, jó az úgy. Rendőr úr, tudna segíteni ezt a mellényt levenni róla, jó? Lehúzom én. Vágjátok le. Fotóznak, vagy mi történik? Ne nézzen oda. Aha. Heggesztenek. Látom, igen, reanimációt kezd meg, jó? Mi tényleg elfordultak? Ilyenkor azt láttam a tévében, hogy a focipályán így leszoktak ülni így, és akkor így imádkoznak, hogy magához térjen a sérült. Nem magához. Hozzám ne térjen sérült. Oké, teszi. Gyuriban megfogjunk egy pillanatra. Csak egy pillanatra. Na, szuper, szuper, lassan kelljen fel. Istenem! Azt a kurva ember! Megmetett? Figyelj, Stázika, én azért gyanús, hogy magának nem 101-es az IQ-ja, szerencsétlen idióta. Hát odaszalad, ahol lőnek. Nem tudtam, hogy lőnek. Nem tudta. Beleszaladt a golyókba. Mint egy disznóvágás, az van itt. Bevetési osztagos vagyunk, nem? Hát bevetettem magam a kurva életbe. Szállt, hogy jobban vessen be magát. Most a főte vessen le magát, aztán meg a kórházba, minél gyorsabban. Azt a kurva ember! Lejön helyet, hol lőtték, mert nem látom a fákarján. Hátát lőtték. Hát ez nagyon nagy probléma akkor. Jó, szerintem vihetjük a kórházba. Ugye a hátára hogy teszünk nyomókötést, azt nem tudom, de oké. És azt, hogy engem is el tudnak vinni amúgy? Pont a kórházba sietni. Persze. Pont oda siet? Persze. Igen, meglátogattam a nagymamámat. Azon nem tudnak segíteni, ami neked a problémát. Hogy hívják a Sophie? Majdjatok már csebe mind a hárman. Jó? Nem bántsatok. Ha már hátba lőtted, hogy nem, persze. Még jó, hogy bemész a kórházba. Hát nagyon szomorú. Látja, ugye? Ilyen az, amikor kirőgi maga. Istenem. Gyuri Bána, mindegy, ilyen sapkával egy szót se szólnék, mint amilyen magának van. Segítek levenni ezt a fejéről. Köszönöm. Úgy néz ki, mint egy szamurái. Megírta már magáról a jelentést? Hát ez a golyálló fölfogta itt a golyót. Na jó, hát csak megrendjenezzük, én rögyen azért legalább így ügybe, persze. De beírom addig. Jó, ott lesz egy Márkos öngem. Jó, adjál neki brufent és megyünk is. Mhm. Jól van. Hallod, itt vesz egyet hasonlít? Van még itt kollega egyébként a jasztor, mi a helyzet most? Remélem nem. Jó, ezt teszem a táskába, a defibrillátort is. Nem, ez intravénás lesz, elszkítom felkarját. Felhúzom. Hát a jobb kép, majd én meg jó kép vagyok. Én ebben nem vagyok kompetens. Jesse? Nincs valami... Homokos kollega? Igen. Aki szorítson a körbe, jó? Ne húzz el a kezét. Nem tudom, hogy van-e homokos, de azt tudom, hogy van egy szamurája. Hunter Lance, ő most szeret fő valami pasit. A büdös életben tényleg a Hunter Lance. És hol van a szamurája? Gyanús volt, mert egy ideig a magyar úrra el is hol? Tűntek a járőrszolgálatban. Hol van a szamurája? Ott van a gatyában. Azt azzal nyomta neki a Hunter Lance-nek? Előveszem, azt nyakon verem vele. Látjátok, tényleg meg az Gyuri bánja, megmondta. Na jól van, mehetünk óvatosan, jó? Hol segítenek, köszönöm. Köszönöm. Kérdés, hogy hogy jutunk itt fel? Lőre? Mutatom, jöjjenek. Köszönöm.
ott bent, kint, valahol. Na most már le kell pihenni, mert ennyi bőven elég volt ennyi akció már. Hát neked még van egy kihallgatásod. Nekem milyen kihallgatásom? Valami durva. Ne lopjon ki a hajam. További szép estét. Jó, pihenés Gyuriban. Nekem jó, faszol lesz. A következő rész tartalmából. Rendőrség, gyülekező. Az autóker mellett. A kék BMW-vel mi fogunk menni, nehogy kijöjjetek minket. Két rendőrt még kérnék. Várjatok!